Messze kinn a tengeren, kékséges kék a víz, akár a búzavirág. Bizony, mint a hajad, meg a ruhád, és átlátszó, mint a legtisztább üveg. És mély, nagyon mély, a leghosszabb horgony kötése érve a fenekén, az milyen hosszú lehet, mi? Oda len lakik a tengernépe. Bizony, jól hallottad, a tengernépe. Na, ne ficcelj. Ahol a legmélyebb a víz, ott áll a vízi király palotája. Piros korallból rakták a falait, de ez már tetszik, ugye? Ablakait átlátszó borostyán kővel üvegezték, tetejét meg kagylóhéjjal fették. Ismét a Móri Zsigmond Színházban játszol, ez a társulata már nem az első közös munkád. Mik voltak eddig, és hogyan érzed magad velük? Az első a Diótörő volt, aztán Asszony-asszonynak farkasa, majd Maszmók Afrikában, itt a művészben. Nagyon szeretek itt lenni, nagyon, nagyon kedves társulat, és Sanyival már másodjára dolgozom együtt, úgyhogy őt már valamennyire ismerem, Mártival most dolgozhatok először, úgyhogy nagyon élvezem a munkát velük. Ezek ugye főleg gyerekdarabok voltak, mennyire áll közel hozzád ez a műfaj, miért pont ebben találtad meg igazából önmagad? Egyedül az Asszony-asszonynak farkasa nem gyerek előadás volt, és az elég kemény előadás is volt. Hát attól eltekintve, hogy ez egy gyerek előadás, igazából eléggé komoly hangvételű ez is, úgyhogy szerintem a felnőttek is ugyanúgy élvezni fogják, és a gyerekeknek is nagyon sokat fog adni. Tele van zenével, tánccal, úgyhogy lehet menni nagyon a történettel. Gyerekeknek is szól, és felnőtteknek is, tehát ez azt jelenti, hogy van valami mondani valója. Szerinted mi ez? Kisebb lányal az történik, hogy beleszeret egy férfiba, és mindent feláldoz ezért a szerelemért. A történet végén válaszút elé van állítva, vagy feláldozza a szerelmét, és akkor ő tovább élhet, vagy a levegő lányai közé kerül, és ő nem hajlandó feláldozni a szerelmét. És inkább azt választja, hogy ő élhessen boldogan, és majd talán egyszer valahol találkozhatnak még. A kisablánynak ugye van egy különleges karaktere, nagyon jellegzetes tulajdonságai vannak. Ezek mennyire egyeznek Schmidt Sárának a jellemvonásaival? Én nagyon szeretem a kisablányban, hogy iszonyú akaratos, és minden áron véghez viszi a kitűzött célt. Tehát mindent megtesz azért, hogy fölkerülhessen a földi világra, és találkozhasson ezzel a férfival. Ugye ez egy hát klasszikus Disney feldolgozás igazából, amit leginkább ismerhetnek a nézők. Neked melyik volt a kedvenc Disney meséd? A kedvenc Disney meséim közé tartozik például a Pocahontas, szintén nagyon, nagyon szép mondanivalókkal van tele. A Mulánt is nagyon szeretem. Viszont ez, amit mi csinálunk, ez nem a klasszikus Disney-féle, hanem az Andersen-féle mese lesz. Miben más ez, mint amit a Disney képernyőről ismerhetnek a nézők? Komolyabb hangvételű az Andersen-féle változat, de szerencsére mi tele tűzdeltük azért poénokkal, meg Sanyi és Márti gondoskodik arról, hogy vicces is legyen. Amiket felsorolták kedvenc meséket, ezek mind nagyon karakteres hölgy főszereplőket jelentenek gyakorlatilag. Ez a te lelkedből fakad, hogy ennyire elkötődsz hozzájuk? Igen, én azokat a meséket szeretem igazán, ahol a női főhős nem egy ártatlan kis hercegnőnek van ábrázolva, aki csak arra vár, hogy egy férfi megmentse őt, és ezért tartozik ezek közé, a kedvenceim közé a Pocahontas és a Mulán is, mert ők is egy akaratos női szereplők. És igazából igen, a kisablányt mindent felad a szerelmért, de ő ezt akarja, és ezért küzd, úgyhogy végül is eléri a célját. Ó, te drága, ó, te hűvös,
hogyha megnézzük azokat a darabokat, amikben eddig játszottál itt a Móri Zsigmond Színházban, melyek a kedvenceid, vagy melyik a kedvenced? Amiket itt láttam? Vagy amiket csináltam? Hát nekem nagy kedvencem volt az Asszonyasszonynak Farkasa, az nekem nagy kihívás volt, és hát nagyon izgultam is a próba folyamat alatt is, de azt nagyon szerettem. Nagy feladat volt nekem. Ugye ez nem a gyerekdarab, most megint egy kicsit inkább a gyerekdarab felé léptél. Milyenek voltak a próbák? Nagyon élveztem a próbákat. Iszonyú jó fej a két kollégám, és nagyon-nagyon vicces, jó hangulatú próbák voltak. Én pedig nagyon sokat táncolhatok ebben az előadásban, úgyhogy ezt nagyon, ennek nagyon örülök, mert nagyon szeretek táncolni. Mennyire volt nehéz elsajátítani a koreográfiákat? Nem tudom, remélem ez nem titok, de a Vámosi Juditnak a kislábúja eltört a próba folyamat során, úgyhogy ő igazából bicegve tanította be nekem, de nagyon profin a koreográfiákat. Úgyhogy, hát nem tudom, nagyon jó koreográfus, nagyon jó volt vele dolgozni, és remélem, hogy megugrom azt a mércét, amit ő felpróbált tenni nekem. Szálljon a fellegekből, édesem! Ide az agák és a moszatok közé, ez a te világod! És ne feledd, amíg úszunk, mindent megúszunk! Ha 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 ha